tét az, és ez már Európai Uniós tét is, hogy a magyarok igenis fékezzék meg Orbánt. Nekünk kell az Európai Uniós választásokon megfékeznünk Orbánt, az Unió nem fogja tudni. Nincs hozzá ereje, és nincs hozzá lehetősége. 2010 óta, ha van nagy tanulság, az pont az, hogy az Unió nem ment meg bennünket. Nekünk magyaroknak kell Orbántalanítani az Európai Uniót. Ehhez kell mindenképpen felnőni a feladathoz. Mindenütt azt látjuk Európában, hogy Németországban is koalíciós kormányzás van. Spanyolországban is a szocialista Sánchez koalíciós kormányt visz. Hát kérek mindenkit, vegye rá a kedvenc pártját, hogy bizony működjön együtt annak érdekében, hogy Magyarországon képesek legyünk már az európai parlamenti választásokon is visszaszorítani Orbánt. Mert ezt más nem fogja helyettünk megtenni. Én arra kérek mindenkit, hogy Magyarországon van más út. Ha nem akarnak együttműködni az ellenzéki pártok, akkor van remény arra, hogy olyan pártot válasszanak, mégpedig az MSZP-t. És az MSZP európai parlamenti listáját, mert mi Orbánt akarjuk legyőzni, és nem egymást. Nagyon fontosnak tartom. Arra kérem az ellenzéki szavazókat Magyarországon, mert az MSZP szavazók ezt értik, de minden ellenzéki szavazót arra szeretnék kérni, hogy ne válasszanak olyan pártot Magyarországon, akik nem akarnak együttműködni, mert azok a végén kormányozni se fognak tudni, mert ott is együtt kell majd működnünk. Ne válasszanak olyan európai parlamenti képviselőket, akik olyan pártokhoz tartoznak, akik nem akarnak együttműködni, mert az egész Európai Unió az együttműködésről szól. Döntő fontosságúnak tartom, hogy támogassák az MSZP listáját. Az MSZP az egyetlen, aki felismerte ebben az országban, hogy mi a tétje az európai parlamenti választásoknak. Az MSZP az egyetlen párt, aki valós és igazi alternatívát tett le Orbánnal szembe, de ha ebből nem kértek, kérem az ellenzéki szavazókat, támogassák Tüttő Katát, támogassák Gurmai Zitát, támogassák Harangozó Gábort és a többieket, az MSZP listáját, hogy végre megverhessük Orbánt valóban Magyarországon. Köszönöm.